2021-ben is összefogásra volt szükség a településeken a koronavírus járvány újabb hullámainak átvészelésében. Így volt ez Tiszalökön is, ahol az önkormányzat a lakossággal és a civilekkel együttműködve küzdötte le az akadályokat. Az átoltottság az országos átlagnak megfelelő, a gazdálkodás is rendben volt, nincsenek ki nem fizetett számlái a kisvárosnak. Az évre betervezett jelentősebb fejlesztések mind megvalósultak. A mentőállomásnál és az idősek otthonában energetikai korszerűsítés, nyílászáró csere, tető és hőszigetelés, valamint napelemek felszerelése történt. Az óvodaépületet bölcsődei csoportszobával bővítették, ide az utolsó bútorok a napokban érkeztek meg. A legnagyobb projektünk, amire éveket vártunk, az ipari park alapinfrastruktúra fejlesztése, ez is elkezdődött, egy teljes közmű kiépítése lesz. Erre kaptunk kormányzati segítséggel ráemelést, tehát plusz forrást, ugye évek alatt annyit romlott a pénz, csúnyán fogalmazva, hogy megdrágultak a bérek, magasabbak lettek a munkaeszközök bérlése, anyagköltség, hogy szükséges volt kiadnunk, és hál' Istennek kaptunk plusz forrást. Úgyhogy ez most folyamatban van, ez várhatóan jövő év közepére átadásra kerül. Vannak már érdeklődő cégek, többen már előszerződést is kötöttek, a település számít rájuk a munkahelyteremtésben. Az elmúlt évben útfejlesztések is történtek, közel 50 millió forintból. Két hosszú és forgalmas utcát korszerűsítettek, mint egy másfél kilométer hosszon, több kisebb utcában pedig az aszfaltot javították. Jövőre pedig még nagyobb összeg, 85 millió forint juthat belterületi utak felújítására Tiszalökön, ahol turisztikai pályázatok is megvalósultak a közelmúltban. A tiszai szabadstrandon történtek fejlesztések, ami 2022 első felében is folytatódhat több 10 millió forintból. Az egyik erősségünk kell, hogy legyen, lehet és kell, hogy legyen a Tisza, annak a környezete, a Voltár, mint Horgászvíz, és egyáltalán használni azt a lehetőséget, vagy kihasználni, hogy itt van egy több mint 900 üdülőegységből álló vezet, Tokaj közelsége. Szoktam mondani, hogy a Tisza bennünket nem elválaszt, hanem összeköt. Tehát erre építve jövőben is szeretnénk nem csak a turisztikai ügynökséghez benyújtani pályázatot, hanem majd az új topos, top plusztos forrásokból is szeretnénk nyerni. Nem csak mi önkormányzat, hanem tudomásom szerint olyan vállalkozók, akik turisztikai idegenforgalom vendéglátásban utaznak. Tiszalökön két önkormányzati épület energetikai korszerűsítése is terve van 2022-re, valamint a város központi részének csapadékvíz elvezető rendszere is megújulhat több mint 350 millió forintból.